ezzel a kisfilmmel pályázott Ág Márton. A művésznek keszthelyi kötődése is van, hiszen a ma már világhírű látványtervező itt született és a Vajda János gimnáziumban érettségizett. Többek között játszott a Saul fia című filmben, de Mundruczó Kornél alkotásaiban is közreműködött. Jászai Mari díjas 2021-ben az Európai Filmakadémia a kontinens legjobb látványtervezőjének választotta. Gere Nóra Csíkszeredában, Kolozsváron, majd hazánkban is tanult. Jelenleg Prágában él, és a költészet mellett a képzőművészet és a performance is foglalkoztatja. Gere Nóra ugye költő, és emellett még képzőművészettel is némileg foglalkozik, de a fő profilja az a költészet. A pályaműve is egy vers volt, ami az édesanyja halálának traumáját dolgozza fel. Nagyon érzékeny, személyes és különleges az ő költészete, úgyhogy ezért esett az egyik választás őre. A másik választás az Ág Márton, díszletjelmezés látványtervező, nemzetközileg is híres, tehát a szakmájában rendkívüli sikereket ért el. A város művészek kettő pályázatot március végén írta ki a Balatoni Múzeum. 18 pályamű érkezett, amelyből az ítészek kiválasztották a két legjobbat. Kardos Laura művészettörténész, Hermán Aliz a projekt szakmai vezetője, Bicsérdiné Bújtor Katalin művelődés szervező és Németh Péter múzeum igazgató alkotta a zsűrit. A sajtótájékoztatón elhangzott, egy olyan pályázó volt, aki tavaly is jelentkezett, és kiemelkedő pályamunkákat kaptak. Magas színvonalú pályaművekkel volt dolga a zsűrinek, és ez meg is nehezítette a munkát, viszont az megkönnyítette, hogy volt közte olyan, ami kiemelkedett ezek közül a pályaművek közül, úgyhogy szinte azt mondtuk, hogy ez biztos. Illetve hát volt olyan kritérium, hogy legyen ugye határon túli, illetve különböző művészeti ágakat képviseljen a két kiválasztott városművészem. A tervek szerint az egy hónap alatt több közönség találkozót és workshopot is szerveznek, emellett pedig a helyi középiskolákba is ellátogatnak a művészek. Az alkotók hivatalos fogadása május 2-án, az első foglalkozás pedig május 5-én lesz.